A hatvani roma nemzetiségi önkormányzat minden évben nagy hangsúlyt fektet a gyermekközpontú programok szervezésére, így Mikuláskor is gondoltak a legkisebbekre, ünnepi programmal készültek számukra. Szerettük volna, hogyha a gyerekek boldogok lennének ezen a napon, és szerettünk volna nekik Mikulás csomaggal kedveskedni, egy valódi télapót hívtunk meg hozzá a gyerekekhez, úgyhogy ez egy délutáni program, és hát amíg jönnek hozzánk, amíg vannak gyerekek, jól érzik magukat, addig itt leszünk velük. A gyerekek nagyon várták a piros ruhást, aki csengő szóval jelezte érkezését. A nagyszakálúnak segítői is voltak. Krampuszok kíséretében látogatta meg a gyerekeket a Nagy Endre rendezvényházban. A kicsik izgatottan fogadták a már nagyon várt vendéget, a Mikulás pedig megajándékozta őket. Ki tud verset mondani a téllapóra? Jöjjön ide! Ott pompog, megérkezett a kedves téllapó. Ügyes vagy nagyon. Balog Alfréda és Dányi Valentina már nagyon várták, hogy találkozzanak a nagyszakálúval. A csizmájukat is előkészítették az ajándéknak. Kimostam a csizmámat, kitettem az ablakba és várom. Kimostam a csizmámat és kitettem az ablakra. A gyermekek dalokkal és versekkel is készültek a piros ruhásnak, melyeket az elmúlt hetekben sokat gyakoroltak. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, nyere már, minden gyerek vár. Krumpli, cukor, csokoládé, jaj, de jó, David gácsó gyerekek nem való. Ablakba tett kis cipőt, várják már a jöttön. Hoztál cukrot, magyarult, jóságot öreg. Banya Máté is nagyon várta már az ünnepi időszakot. Ilyenkor mindig sok időt töltenek együtt családjával. A családdal együtt vagyunk, anyukám otthon süt, főz, és ugye várjuk a kis Jézus születését. A Mikulás nem csak a hatvani gyerekeket fogadta, hanem a környékbelieket is megajándékozta. Így az ünnepségre Ecsédről, Lőrinciről, Csányról, valamint Boldogról is érkeztek kicsik. Továbbá az erőműi gyermekotthonba is ellátogatott.